Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Újra itt vagyunk Sportszelet című magazinunk, amelyben, mint azt megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hét vége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Elsőként nézzék meg, mivel készültünk mai műsorunkban. A bajnoki szünet után szombaton a Zalaegerszeget fogadják a kék cápák. 6 góllal kikapott a Mezőkövestől a nyírbátori férfi kézilabda csapat. 55 ponttal verte a Szolnokot a zöld csoportban a nyíregyházi kosársulé. Két nyíregyházi iskola kapott sporteszközöket a kosárpalánta program keretében. Újra megrendezték a Gyere hokizni című rendezvénysorozatot, a jégkorongot Orbán Attila és Gottliebet Zóra népszerűsítette. Három hét szünet után újra bajnoki mérkőzést játszik a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák szombaton 16 óra 30 perces kezdéssel a Zalaegerszeget fogadják. Ami egy kicsit hátrány volt, hogy a szlovák és a brit válogatottba is adtunk játékost, így nem tudtunk teljes létszámmal edzeni. Igaz, ezen a héten egészültünk ki a FIBA ablak miatt, de úgy gondolom, hogy akik itt voltak és egészségesek voltak, azokkal jó munkát tudtunk végezni. Bízunk benne, hogy ez látható is lesz majd a játékunkon. Volt egy légió csere, mit tette indokoltál és mit kell tudni az új játékosról? Azt hát indokolt, egy az a szereplésünk, a kettő pedig, hogy a pályán nem olyan dolgok mentek végbe, amihez szerettünk volna, és úgy érzem, hogy egy más típusú játékos kellett, aki labdával magabiztosabb, ügyesebb, illetve jobban tudja bontani a védelmet, illetve irányító poszton egy kicsikét le tudja venni a Darius Perryről egy kicsikét a terhet, és ezáltal megosztik a felelősség. De Marco Dickerson személyében egy ilyen játékosra látunk, aki zömmel kettes poszton játszik, de akár egyes poszton is bevethető. Tavaly a svéd ligában játszott, tehát van már európai tapasztalat, és reméljük, hogy segíteni fog nekünk a továbbiakban. Az eddigi szereplés is indokoltát teszi, és az új játékos is gondolom, hogy egy picit más játékot játszik majd a csapat. Milyen változásokra lehet számítani? Igen, megpróbálunk, hogy ne csak egy ember vállalkozzon, és rávárjunk, hogy a kiosztásokat, hanem a Darius mellett a Demarco is tudjon magának, illetve a többieknek is kreálni, illetve pontosan magas embereket is jobban meg tudjuk játszani. Ehhez két dolog kell, egy az irányító mozgás, illetve a magas embereknek a labda nélküli mozgása, tehát ezt a kettőt próbáljuk majd szinkronba hozni, mondom még egyszer, ez egyszerű, mert most egészültünk ki a héten, tehát kevés idő van rá, annak ellenére, hogy volt 3 hét, de ezt előre tudtuk, hogy ez így fog történni, tehát ez nem volt meglepő. Tavaly gyakorlatilag ugyanígy kezdte a csapat a bajnokságot, 6 vereséggel, utána viszont indult egy 5-ös győzelmi sorozat, most el lehet kezdeni ezt a sorozatot, nem lesz könnyű. Zalaegerszeg érkezik szombaton, milyen ellenfélre, milyen meccsre számítasz? Nagyon jó szerepel az a Zalaegerszeg, ott nyáron egy teljes vérátömlesztés volt minden fronton. Úgy gondolom, hogy megtalálták azokat a légiósokat, akik tudják húzni a csapatot, illetve emellett úgy gondolom, hogy Keller Iván személyében egy olyan magyar, aki nagyon jó teljesítményt, közel 10 pontos átlagot tud hozni. Bő rotációjuk van, tehát egy 9-es, 10-es rotációval tudnak dolgozni. Úgy gondolom, hogy a Marco be tud épülni, meg tudjuk őket majd lepni. Az eddigi szereplés nem úgy alakult, ahogy a szurkolók és ti szerettétek volna. Hogy érzed, jól jött most ez a 3-7-es bajnoki szünet? Igen, úgy gondolom, hogy a legjobbkor jött. Szeretnénk mindenképpen csapatként és egyénileg is javulni. Úgy gondolom, hogy ez a szünet ez segített is ebben, és reméljük a legjobbakat a folytatásban. Sem a csapatnak, talán lehet azt mondani, személy szerint neked sem megy úgy, ahogy tavaly megszoktuk. Gondolom, senki nem felejtette kosárlabdázni, dobni. Mi lehet az oka annak, hogy az eddigi teljesítmény egy picit visszafogottabb? Meg kell találnom igazából a helyemet a csapatban. Egyelőre ez úgy nem sikerült annyira, de ezen dolgozok igazából, úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog. Tavaly 6 vereség után jött egy győzelmi széria, most a Zalaegerszeg ellen lehet kezdeni egyet, és olyan ellenfelek vannak hátra, amelyek talán az eddigieknél verhetőbb kategóriába tartoznak. Mire számítotok az év hátra levő részében? Így van, szerintem a elkövetkezendő mérkőzéseken mindenképpen nyerni kéne, főleg úgy, hogy a Paksa is egy nyerhető meccs volt. Hát reméljük, hogy egy-két győzelmet így össze tudunk szedni így az év vége előtt mindenképp. Elszenvedte második vereségét a bajnokságban a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttese a Mezőkövesd ellen. A félidőben még 11-8-ra vezetett a vendégek, azonban végül 23-17-re megnyerték a mérkőzést.
Az előző két idény bajnoka fogadta a jelenlegi szezon bajnok esélyesét, a 100%-os méleggel érkező Mezőkövesdet. A Nyírbátor alaposan felkészült, a hazaiak igyekeztek lassítani a játékot és pontosan befejezi támadásaikat. 4-4 után ellépett ellenfelétől Falcsik Miklós együttese, az első félidő végén 11-8 állt az eredményjelzőn. A szünet után a vendégek elkezdték dobálni a gólokat, amelyekre csak elvítve érkezett válasz, így elkezdett nyílni az olló a két csapat között. A meccs végéhez közeledve csak a különbség volt kérdéses, végül 6 gólos vendéggyőzelemmel zárult a találkozó. Tudtam, hogy nagyon nehéz lesz. Megbeszéltük a srácokkal egész héten, úgy készültünk nagyon keményen, hogy megpróbáljuk megállítani ezt a mezőkövesdi csapatot, akik létszámban és minőségben is most egy szinte magasabb szintet képviselnek, mint mi. Ettől függetlenül szép volt az, hogy az első fél időben ez az akarat kitartott végül is végig, és hát azt nem tudom, hogy ha nincs szünet és megy tovább a mérkőzés, akkor hogy lett volna, de az biztos, hogy nagyon elfáradtunk volna, mint ahogy el is fáradtunk a második fél időben. Igazából szegény embert az ág is húzza, nem volt bal szélünk, és azért ez nagyban megkönnyítette a kollégának is, meg a csapatnak, a Mezőkövesnek is a dolgát. Szedlőcseket, aki mérkőzésenként azért jóval mindig általában 10, illetve azzal felüli gól számot produkál, most teljesen elvették a kedvét azzal, hogy teljesen kivették a játékból szélsőként, nagyon figyeltek rá, úgyhogy egyetlen egy szélsőre kellett koncentrálni, míg az én csapatomnak tulajdonképpen a Mezőkövesd minden játékosára nagyon-nagyon oda kellett figyelni. 100%-os teljesítménye 7 győzelemmel érkezett a Mezőkövesd erre a meccsre, úgy, hogy volt olyan meccs 2, ahol 40 gól fölött dobtatok, egy, ahol 50 fölött, ehhez képest hogy élted meg, hogy 30 vesz játék után 8 gólt lőtt a csapatod, úgyhogy 11-et kapott? Nyilván nem egy jó érzés volt így bevenni az öltözőbe, de hát azért ez a Nyírbátor volt, nem pedig azok a csapatok, akiknek az említett gólszámot dobtuk, tehát tudtuk, hogy hova jövünk, tudtuk, hogy azért egy kétszeres bajnokcsapatról beszélünk, aki én nem is tudom, mikor kaphatott ki hazai pályán utoljára bajnoki mérkőzésen. Biztosak voltunk benne, hogy nagyon nehéz lesz feltörni őket, mert ez mindig ilyen. Az elején ugye, ahogy elkezdődött a mérkőzés, igazából jól játszottunk, mert szép helyzeteink voltak, de hát ellenfél kapusa bravúra halmozott, ugye az első fél időben nagyon jó védései voltak. Ez elbizonytalanított minket, ott a fél idő közepétől már azért a játék is akadozott, úgyhogy hát, ahogy mondani szokták, jókor jött a szünet, ott sikerült azért rendezni a sorokat, hogy azért a 30 perc az rengeteg idő, illetve az is azért mellettünk szól, hogy a kispadunk az jóval hosszabb, mint a Nyírbátor, és ez igazából a második fél időben ez ütközött ki a mérkőzésen. Második fél időben viszont a Nyírbátor ragadt be nagyon, ami a szerzett gólokat illeti. Mit kértél a fél időben, mi változhatottok? Igazából maradtunk az alapelképzeléseinknél, egy-két dolgot kellett pontosítani, ami a mérkőzésen az első félidő tapasztalata volt, de olyan nagyon nem kellett beleváltoztatni, mert ugye a fő mondat az volt, hogy jól játszunk. Az első 15 perc az kimondottan jó volt, védelem rendben volt végig, mert rendben volt, a 11 is olyan, hogy az bőven a vállalható kategória, úgyhogy azt kértem, hogy ne befolyásolja őket az, hogy esetleg hátrányban vannak, ne befolyásolja őket az, hogy ha esetleg úgy érzik, hogy túl későn jön a passzív jelzés, a játékvezetőből, első fél időben ebből is volt probléma, ne befolyásolja őket ugye a közönség semmi, hanem tényleg csak saját magunkat adjuk, és bízunk benne, hogy föl fogjuk tudni őrölni a Nyírbátort. A bajnokság előtt a Mezőkövesdet a csoport favoritjaként emlegették, 8 fordulót követően hibátlanok vagytok. Teherez, édes teherez vagy elvárás? Minden egyben, tehát egyrészt elvárás klubvezetés felől is, hogy bajnoki címet kell nyerni, hát másrészt nyilván teher, mert ugye mondjuk erre a keretekben mondják, hogy 1-3, akkor vígan el vagyunk egész éve, mert azt ugye megcsináljuk, de nem, ez ugye egy egyértelmű teher. Ezen a rangadón is ugye próbáltam egy picit az idősebb játékosok felé eltolni a hangsúlyt pont azért, mert ugye nem kockáztathatunk. Az azért látszik, hogy ez egy olyan bajnokság lesz, ahol nem fog beleférni az, hogy mondjuk 4 pontnál többet veszten az, aki bajnok akar lenni, az szinte kizárt, ahogy alakulnak az eredmények. Lehetett el számítani, hogy a forduló rangadója nem akár ilyen meccset hoz majd. 30 vesz játék után úgy tűnt, hogy tökéletesen működik mindent, hogy éreztétek. Igen, az első fél időben nagyon jól működött minden. Készültünk a héten a Mezőkövesdnek a játékaira. Hát úgy látszik, hogy sajnos most az első fél időre hatott ez ki. Az első fél időben nagyon jól tartottunk magunkat, betartottunk szerintem minden taktikai utasítást,
és hát sajnos a második fél időben már egy kicsit dekoncentráltak voltunk, és nem úgy sültek a támadások, és sokat hibáztunk a kapussal szemben. A bajnokság előtt nem nagyon lehetett tudni, hogy milyen lesz ez a bajnokság, ugye átszervezések voltak, most már túl vagytok 8 fordulón, játszottatok a közvetlen riválisnak számító csapatokkal is, hogy látod ott tart a Nyírbátor játékban, pontban, helyezésben, ahová való? Úgy gondolom, hogy még ugye van 3 mérkőzésünk, ezt mind a 3 mérkőzést győzelemmel szeretnénk zárni, és akkor valószínűleg a dobogó környékén fogunk telelni. Egyébként így a Mezőkövesd érkezésével nagyon megerősödött a bajnokság, mert mint látni lehet, hogy elég komoly játékerőt képviselnek. Nagyon meglepődnék, ha pontokat veszítenének a bajnokság során. És ugye jött egy Diósgyőr, akitől múlt héten vereséget szenvedtünk, ők is egy nagyon dinamikus, jó tempó kézilabdát játszó csapat. Megszerezte második győzelmét a bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese a Szolnokot fogadta, és hazai pályán 105-54 arányban nyerte meg a mérkőzést. A Szolnok csak utánpótláskorú játékosokkal játszik, ami ugye azért a bajnokságban az meghatározza, hogy végül is milyen rutinnal vannak a csapatok a pályán. Az igazság, hogy erre lehetett számítani, tehát az előző mérkőzések alapján egyértelműen látszott, hogy nagyon sok pontot kap a Szolnok, és ugye eddig csak vereségük van, tehát erre lehetett számítani. És az, hogy most felkészülés vagy nem felkészülés, ez sajnos nem azért kezdtünk ilyen későn a bajnokságot, mert így szerettük volna, hanem egy nem volt sorsolás, utána pedig úgy alakultak a mérkőzéseink, hogy volt, aki kérte, hogy halasszuk el a mérkőzést, volt, amikor mi voltunk, akik éppen akkor szünnaposak voltak, és igazából nekünk sem jó az, hogy ennyire eltúlott ez a bajnokság, mert elég hosszú felkészülés után voltunk. Ez a mérkőzés ilyenre sikerült, így legalább tudtunk minden játékosnak elég játék lehetőséget adni. Ugye alapból egy normális bajnoki rendszerben gyakorlatilag minden hétvégén van egy meccs, aztán megtűzdelve még hepuha meccsekkel. Okoz ez nehézséget, hogy gyakorlatilag egész más ritmusban játszottak most, mint az elmúlt években? Más a játék képe, tehát ugye azért most már sok olyan játékosunk van, aki nem játszik például a juniort. Tehát nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy azért minden játékosunk megkapja azt a kellő játékpercet, amire szükség van. Az, hogy most itt szinte kiszámíthatatlan, hogy mikor lesz mérkőzés, vagy azért, hogy rendre harasztjuk a mérkőzéseket, vagy például múltkor nem volt ebből a mérkőzésünk, mert az ellenfél éppen nem jött el, vagy nem tudott eljönni, azt már utólag nem fogjuk soha kideríteni. És itt ugye bejössz, készülsz rá, várod, hogy mi történik, és aztán mégsem mérkőzés. Tehát ugye egészen más ritmusra dolgoztak eddig, tehát egy kicsit át kell állnunk egy más rendszerre, mert hogy sokkal kevesebb a mérkőzésük, alapvetően is kevesebb lesz, mert ez a bajnoki rendszer marad, akkor lehet, hogy március közepére befejeztük a bajnokságot, ami én úgy gondolom senkinek nem jó. Vagyis ezt hogy fogjuk átidalni, hát az még a jövő zenéje lesz. Jelen állás szerint mikor és hol lesz a következő meccs a felnőtt csapatnak? A felnőtt csapata az jövő héten Diósgyőrbe utazik, a DVTK 23 ellen. Hát ugye itt fogalmunk sincs, milyen csapat ellen fogunk játszani, mert ugye éppen attól függ, hogy ki az A-ból, ki az, aki lejátszik és ki nem. De nekünk arra kell készülnünk, hogy mindenkire fog játszani, mert ugye jövő héten az NB1-ában szünet van, tehát ez azt jelenti, hogy azok a játékosokat, akiknek le lehet játszani, azt mindenkit fognak játszani, szerintem az egyik legerősebb sorra fog kiállni a Diósgyőr ellenük, tehát mi erre készülünk most per pillanat. Szó esett a juniorokról, ők hogy szerepelnek? A juniorok per pillanat aránylag jól szerepelnek, mert egy vereségünk van, az összes többi mérkőzésünket megnyertük. Következő fordulóra éppen Pécsre utazunk, ugye ez így egy kicsit ez a duplázás nem jött jól nekünk, mert szombaton Pécsen vagyunk, vasárnap pedig Diósgyőrbe kemény, tehát két igen komoly és kemény ellenfél vár ránk. Hát itt azért végig kell gondoljuk, hogy mint főleg úgy, hogy a Lillát az pedig ugye válogatottnál van bent, tehát itt azért azt meg kell néznünk, hogy itt mely mérkőzéseken és mennyit játszott majd ő is. Amikor legutóbb beszélgettük, még a bajnoki szezon előtt voltunk, és arról volt szó, hogy a VB és az EB után bajnokságban majd korábbinál is több teher hárul rád. Hogy érted meg az elmúlt heteket? Nehezen, mert nehéz volt átállni erre a játékstílusra, de szerintem egészen jól fel tudtam venni a kesztyűt, és a csapatot minél jobban megpróbáltam segíteni, amiben csak tudtam, akár lepattanózásban, akár pontokban, de ha csak játékszervezés jutott rám, és ezt statisztikában nem is mutatott meg, az is öröm volt számomra. Milyen ez a mostani együttes?
Szerintem az új beosztás szerint elég erősek vagyunk a csoportunkban, akár kettőbejutásért is, hiszen vannak rutinos játékosaik, és mi, mint fiatalok is egészen erősen oda tudjuk tenni magunkat, és egységként pár összejöhet. Eddig van egy vereség, ugye egy akadémia második csapat ellen két nagy arányú 50 pont körüli győzelem. Melyik meccset szereted jobban a kettő közül? Én a szoros meccseket sokkal jobban szeretem, ezeket a nagy arányú győzelmek se rosszak, de hát nagyobb kihívás az, hogyha valami erősebb csapat ellen játszunk, és esetleg őket tudjuk megvenni, akár itt hazai pályán, akár idegenben. Erről most egy mesélj valamit, milyen volt? Szerintem jó volt, vannak kisebb hibák, amikre mindenféleképpen figyelnünk kell, ennek az eladott labdák meg a dobó százalék, de ha összeszedjük magunkat, ezzel sem lehet probléma. Mi a helyzet a válogatottal? Megyünk majd egy összetartásra jövő héten, aztán onnantól kezdve meglátjuk még, hogy hogyan tovább. Nem indult olyan a bajnokság a Szolnok számára, lehet ez számítani, hogy nem ti vagytok ennek a meccsnek az esélyesei? Hogy életed meg a pályán ezt a 40 percet? Ahhoz képest, hogy nekünk csak kettő felnőtt korú játékosunk van, ők is csak 2004-es születésűek, szóval igazából még ők is nagyon fiatalok. Szerintem igyekeztünk, a lányok is oda tettek mindent, amit tudtunk, és szerintem magunkhoz képest jól teljesítettünk. Játszervezték a bajnokságot, a szezon előtt három csoportot csináltak. Nem biztos, hogy minden csapat számára jól alakult ezt. Hogy érzitek, milyen ellenfelekkel szemben kell pályára lépni ebben a zöld csoportban? Mi is tisztább vagyunk velük, hogy ők erősebb csapatok, és most nekünk sincsen más választásunk, mint hogy eljövünk, megteszünk mindent tőlen, tehát nyilván nem örülünk annak, hogy semmi olyan meccset nem játszunk, ami velünk egyszintű csapatok ellen lenne, de hát most ezt hozta a helyzet, most így játszunk. Mennyire könnyű vagy mennyire nehéz ilyenkor fenntartani a motivációt? Mondjuk az egy pozitívum lehet, hogy a korosztályos meccseken viszont tudtok ebből profitálni. Igen, de nyilván nem egy jó érzés, hogy minden meccsen kikapunk, de hogyha már mi jól játszunk, akkor mi már úgy megyünk haza, hogy megtettünk mindent érte, tehát annyira nem vészes a helyzet. Két nyíregyházi iskola, a Szabó Lőrinc és a Gárdonyi kapott sporteszközöket a kosárpalánta program keretében. Ebben az évben már több mint 400 iskolai vagy óvodai csoport csatlakozott a programhoz, ebben a megyében pedig meghaladja a 30-at a csapatok száma. A Magyar Kosárlabdák Országos Szövetségének tagszervezetei vagyunk, és ezt a kosárpalánta programot a Magyar Kosárlabdák Országos Szövetség koordinálja, illetve bonyolítja, szervezi, és így gyakorlatilag adott volt a dolog. Egyébként kerestek is minket azzal a kosárpalánta irodából, hogy kapcsolódjunk be, lehet nyitott ajtókat döngettek, mert mi is tervünk volt az, hogy ebbe a programba bekapcsolódjunk. Hány intézményben vagytok ott? Nyíregyházán 16 csapatunk van 6 oktatási intézményben. A Nyíregyházi Egyetem 5-ös gyakorlójában, a Bethlen Gábor Általános Iskolában és Gimnáziumban, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában és Gimnáziumban, és 3 nyíregyházi tankereti központi tagintézményben, a Herman Ottó tagintézményben, a Gárdonyi Géza tagintézményben és a Szabó Lőrinc tagintézményben. Mit tartalmaznak ezek a most átadott csomagok? Ezek a kosárpalánta programban tartandó foglalkozások, szándékosan mondom így, mert ezek még nem edzések, ez kapcsolódó, illetve azok végrehajtásához szükséges sporteszközök, amivel gyerekek az ügyességüket, labdás készségüket tudják fejleszteni, felkészülve ezzel is a kosárba sport művelésére és annak az űzésére. Lehet-e bővíteni azoknak az iskoláknak a sorát, amelyek belépnek ebbe a programba? A Nyíregyházi Kosárlabda Klub részéről igazság szerint már nem, hiszen ez a 6 iskola, ez nekünk bőven megfelelő. A csapatok számát még szeretnénk bővíteni, de az oktatási intézményeket a Nyíregyházi Kosárlabda Klub részéről nem, de tudok róla, hogy vannak más nyíregyházi sportszervezetek, akik szeretnék ezt más oktatási intézményekbe, vagy akár abba is, ahol mi a fiúkkal csináljuk, lányokkal elkezdeni. Ha szakmailag nézzük, akkor gyakorlatilag a kosárpalánta program az, ami a sportág felé elindítja az első lépésekkel a gyerekeket. Mit tud adni a fiataloknak ez a program azért, hogy esetleg később ott maradjanak a sportágban? A program célja elsőlegesen az, hogy több alapsportág, tehát az atlétika, kosárlabda, illetve a küzdős sportoknak az alapjait tanítsa meg a gyerekeknek. Úgy vannak összeállítva a feladatsorok, hogy vannak a különböző feladatok között atlétikai jellegű kosárlabdás, tehát labdával végrehajtott feladatok, sőt guruló átfordulás és különböző állatutánzó mozgások is vannak, amelyek ugye a küzdősportoknak a alapjai.
Elsőleges cél, gyerekek ezeket megtanulják, elsajátítsák. Versenyszituációban, amit ugye egy évben három alkalommal úgynevezett jamborit szoktunk szervezni, ezeken próbálják meg úgymond visszaadni, megmutatni, hogy mit tanultak a hétköznapok alatt, és ezeken a jamborikon nem hirdetünk győzteseket. Minden egyes gyermek, aki eljött és részt vett ezen, az győztesnek mondhatja magát, és minden egyes gyermek aranyérmet kap. Elsődlegesen a cél az, hogy amikor a gyerekek első osztályban ezt elkezdik, elérnek a negyedik, ötödik évfolyamhoz, megszeressék a sportágokat, nagyon jó alapokat sajátítsanak el, és az U11-es, U12-es bajnokságban pedig már a kosárlabda sportág elkötelezett tagjai legyenek. Nem régi programról van szó, országos szinten hány csapat vesz részt benne? Amikor indultunk 2017-ben, nagyon nagy siker volt, amikor a 200 induló iskolát sikerült elérni. Ma már ott tartunk, hogy annyira népszerű a program, annyira sokan szeretnének ebben részt venni, hogy 400 iskola vesz ebben a tanévben részt a kosárpalánta programban. A Gárdonyi is részes egy év a kosárpalánta programnak. Hogyan kerültek bele ebbe a körbe? Nagyon örültünk Makné László megkeresésének 2021. novemberében, és örömmel csatlakoztunk ehhez a programhoz. Én úgy gondolom, hogy a Nyíregyházi Kosárlabda Klub olyan lehetőséget ad a gyerekeknek, ami egyrészt egy rendszeres sportolás ad lehetőséget, másrészt az élmény, harmadrészt pedig a szabad mozgásnak a lehetősége. Több eszközt kaptunk már a kosárpalántásoktól, verseny lehetőségeket és élményt a gyerekeknek. Mennyire szeretik a gyerekek ezt a sportágat, mondjuk még ismerkednek vele? Nagyon lelkesek a gyerekek, nagyon szeretik az elmaradt edzéseket, ha valami miatt elmaradt, pótolni kell, nagyon szívesen járnak versenyekre, úgyhogy nagyon nagy élményt jelent a gyerekeknek. Kosárlabdán kívül milyen sportággal foglalkozok még itt az intézményben? Lehetőségük van a gyerekeknek focira, a Monbebe keretében, illetve röplabdára is lehetőségük van a tömegsporton kívül természetesen. Mennyien járnak egyébként a Gárdonyiba? 310 gyermekünk van ebben a tanévben, úgyhogy ez egy viszonylag kis iskola, de igen lelkes. Újra megrendezték a Gyere hokizni című roadshow-t. Az esemény keretében korábbi két válogatott játékos, Orbán Attila és Gottliebet Zóra érkezett Nyíregyházára. A Szabolcsi Jégsport Egyesület megalakulása óta jegesportokkal foglalkozik, kiemelten jégkoronggal, és a Magyar Jégkorong Szövetséggel nagyon jó együttműködés alakult ki. Minden évben a Gyere hokizni elnevezésű roadshow-t megszervezik, nagyon nagy szeretettel fogadjuk és várjuk őket, ugyanis ez az alkalomnak az a célja, hogy az országosan is egyre népszerűbb jégkorong sportot itt a helyiek körében, a nyíregyháziak körében és a környékbeli lakosoknál egyre inkább elfogadtatásra kerüljön és népszerűsítse. A mai napon toborzást hirdettünk, 5 és 12 év közötti gyerekeket várunk jégkorongozni. Lehetőség van a Szabolcsi Jégsport Egyesületnél korisuli keretében korcsolyázni, megtanulni. Erre hétfőn és szerdán 17 órától van lehetőség. További információt majd a Facebook oldalon a Szabolcsi Solymok név alatt fognak találni az érdeklődők. Gyerekhokizni roadshow keretében ezúttal Orbán Attila, korábbi válogatott jégkorongozó népszerűsíti a sportágat. Számodra mit adott a jégkorong sport, illetve mit szeretnél átadni a fiatalok számára? Talán a legfőbb vonal az, hogy megtanuljam elérni a céljaimat, az akaraterőt, a kitartást, és mindent ahhoz, hogy ember legyek. Nem szakadtál el ugye a sporttól, miben tevékenykedsz most? Igen, ilyen állapotban is égen vagyok, gyerekeket adottok több formában is. Igaz, hogy inkább most már a palánk túloldalán követem a mérkőzéseket, de amiben tudok segítek, és igyekszem átadni mindazt, amit az eddigiekben tanultam. Közeljövő céljai? Rengeteg célom van, ez van a sportszakmán belül is, azon kívül is. Ahogy az előbbi években, amikor még korongot kergettem, akkor is rengeteg feladatom volt, ezt a továbbiakból is átittem, úgyhogy a következő 10 évben megvan a terv. Gottliebet Zóra is vendége a Gyere hokizni roadshow-nak itt Nyíregyházán. Te hogyan találkoztál elsőként ezzel a sportággal, illetve mit adott neked ez a sportág? Én először a Városligeti műjégpályán találkoztam vele, ahol odajöttek hozzánk, hogy milyen jól korcsolyázunk, nekem van egy testvérem,
és elmentünk ketten egy edzésre, és ott ragadtunk mind a ketten a jégen, igazából ennyi. Milyen élmény ad egy ilyen esemény számodra? Én nagyon imádom a jégkorongot, az az adrenalin, ami végigmegy bennem, amikor szurkolnak a szülők, nézők, esetleg barátok, ez nagyon jó. És mit látsz ilyenkor a gyerekeken? Az, hogy mindenkit feldobez, sokkal jobban akar, és tényleg szívét, lelkét kiteszi a jégre. Te sem szakadtál el a jégkorongtól, most hogyan néz ez ki? Én játékvezető vagyok jelenleg, és minden szinten szoktam fújni mérkőzéseket, és járok világbajnokságokra is fújni, és a cél az, hogy olimpián is tudjak majd játékvezetőként tevékenykedni. Elindult a versenysport is október végén, milyen célokkal vágtatok neki az új szezonnak? 2018 óta áll rendelkezésre a városi jégpálya. Ettől az időszaktól kezdve tudunk novembertől márciusig folyamatosan edzéseket tartani. Annyi hátrányban vagyunk a környékbeli csapatokhoz képest, hogy mi tavaszi és őszi szezonban utazni kényszerülünk, amennyiben jeges edzést szeretnénk tartani. Ettől függetlenül U8-as és U14-es korosztályban rendszeresen tudjuk versenyeztetni a gyerekeket, és kevesebb jég van a lábukban, de ettől függetlenül nagyon szép eredményeket érnek már el a szezon kezdetén is. Tudjuk, hogy az energiaválság azért sok mindent befolyásol. Itt a jégpályán hogyan néz ki a történet, mire lehet számítani a jövőben? Természetesen a jégpályát is elérte az energiaválság kérdése. Annyit biztosan tudunk mondani, hogy évvégéig rendelkezésre áll a jégpálya mind a sport, mind pedig a közönség szempontjából. A továbbiakat sajnos még nem tudjuk, nyilván az egész jégpálya villanyenergiával működik, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen árat fogunk kapni majd 2023-as évre energia tekintetében. Kedves nézők, ennyi fért a mai sportszeletbe, legközelebb egy hét múlva találkozunk, nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!